Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti magazinja, szeptember 14-én szerdán. Milyen nyarat zárt a turisztikai ágazat a megyében, erről is szó esik ma, tartsanak velünk, nézzük a kínálatot. Haderőfejlesztés, kiemelt feladat a honvédség korszerűsítése. Nyári szezon, a vírus után megteltek a szállodák és az éttermek. Évforduló, alapításának 100. jubileumát ünnepelte Nyír Szőlős. Különös hangsúlyt adott a csaknem 5 évvel ezelőtt elkezdett haderőfejlesztési programnak a februárban kitört orosz-ukrán háború. Milyen irányba kellene erősíteni a magyar honvédséget? Erről is kérdezte Kerecsen József, Lipai Péter dandártábornokot a Kálai gyűjteményben. Az elmúlt évtizedekben bebizonyosodott, hogy az úgynevezett biztonság kérdése sokkal több rétűbb és összetettebb, mint hogy csak katonai kihívásokról beszéljünk. Belekerültünk politikai, társadalmi, gazdasági, pénzügyi, szociális, ökológiai, egészségügyi, információs és még talán olyan tényezőket is, amelyekre most nem is gondolunk. De ha csak az elmúlt évekre gondolunk, beleértve a Covidot, beleértve a tömeges bevándorlás okozta veszélyhelyzetet, vagy most az éppen tőlünk északkeletre folyó eseményeket, akkor láthatjuk, hogy ez valóban itt van, test közelben, és mi is érezzük ennek a hatását. Ami azt jelenti, hogy a hadsereget is nem csak hagyományos feladatokra kell felkészíteni, hanem sokkal több lenne, nem egyszer támogató szerepkörben, legyen szó az egészségügyben, éppen a belügyi erők esetében. Ami most Magyarországon katonai szempontból a két legfontosabb kihívást jelenti, az egyik a déli irányú, a már említett tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, a másik pedig a már említett észak-kelet irányból, az ukrán-orosz válságból és háborúból adódó kihívás. Tábornok, tudjuk azt, hogy néhány évvel ezelőtt elkezdődött egy komplex haderőfejlesztési program. Különböző külső tényezők talán fel is gyorsították ezt a folyamatot. Honnan, hova sikerült eljutni, hogy állunk most ezen a téren? Igen, az elmúlt évtizedben a biztonság kérdése sokkal komplexebben értelmezendő, mint korábban, és ennek megfelelően a magyar honvédséget is át kellett alakítani az új kihívásoknak megfelelően. Ennek megfelelően indult az úgynevezett Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program, ami a nevében is mutatja, hogy két részből áll, egy honvédelmi részből, ami alapvetően Magyarország úgynevezett nemzeti ellenálló képességének a fejlesztését szolgálja, és a haderőfejlesztés ennek része, ami konkrétan magára a magyar honvédségre koncentrál. Ennek keretében egyrészt történik egy haditechnikai fejlesztés, ami magával vonza a struktúraváltást, az eljárások, új eljárások kidolgozását és begyakorlását a kiképzés során, valamint egy új vezetésszemléletet is feltételez. Ennek az alapja természetesen mindig is a katona volt, minek következtében szeretnénk jelentősen emelni a magyar honvédség létszámát. Ennek keretében mindenképpen fontos, hogy megértessük a társadalommal a honvédelem fontosságát, egy honvédelmi öntudatra ébresszük az országot, és minél többen tudjanak jelentkezni önkéntes alapon, ez számunkra rendkívül fontos. Így jutunk el azokban a megyékbe is, ahol jelenleg a magyar honvédség még állandó, aktív szerveti elemmel nem rendelkezik, és ezek közül az egyik cél megye az éppen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A szárazföldi haderőt nézzük, itt a közelmúltban ilyen fejlesztéseket sikerült megvalósítani. Ebben érintett itt a közelünkben az Magyar Honvédség 5. Bocska István lövészdandára is, amit szintén érinteni fog mind a fejlesztés, mind a struktúraváltás, és ennek keretében a közeljövőben a Debrecen alakot is a legkorszebb harcjárművekből is kapni fog. Ezek a magyar néven HIUS gyalogsági harcjárművek, amelyek alapját teremtik meg egy úgynevezett nehéz gépesített gyalogságnak. Ugye említette a létszámot, illetve annak növelését, ebben a tekintetben hogyan állunk, illetve a katonák felkészültségeiben hogyan állunk? A létszám, én úgy gondolom, ez minden európai haderőben egyébként egy nagyon nagy kihívást jelent. Az új generáció annyira nem érzi még magáinak a honvédelem ügyét, és ebben szeretnénk változtatni a már említett honvédelmi részével a programnak. Ennek keretében egyrészt a fiatalokat szólítjuk meg közvetlenül, már egész fiatal korban is. Ennek egy jelentős eleme az úgynevezett kadétprogram, ami már 10 éveseket célozza,
és szeretnénk, hogyha a felnőtt társadalomban is egyre többen éreznék kötelességüknek önkéntes alapon azt, hogy szolgálják a hazát valamilyen formában, akár aktív, akár tartalékos formában. Ugye itt vagyunk Nyíregyházán, alig 50-60 kilométerre Ukrajnától, ahol több mint fél éve már háborúdól. Milyen szerepe lehet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, illetve milyen bástyája lehet ez a megye az országnak? Mi nagyon reménykedünk abban, hogy most is az ötös Bocskai Dandának jelentős állománya származik ebből a térségből. És szeretnénk, hogyha bővebb létszámmal is jelentkeznének, és ide Szabolcs-Szatmár-Bereményibe is egy aktív katonai szervezet települhetne, mert lesz annyi jelentkező. Két nehéz járvánnyal terhes év után emelkedést vártak az év elején a turisztikai ágazatban dolgozók, aztán jött a háború és a vele járó energiaválság, ami minden forgatókönyvet átírt. Milyen nyári szezon zártak a szállodák és a vendéglátóhelyek? Vendégem Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Azért is konferáltam fel így a beszélgetéseket, mert valamikor az év elején beszélgettünk, akkor éppen a végeit járta a Covid, és akkor emlékszem, hogy azt mondta, hogy fantasztikus lesz az idei év, főleg a nyár, mert hogy most már a nehezítésnek vége van, és akkor minden bele a turisztikai szezonban. Hogy sikerült? Igen, nem volt rossz egyébként ott maga a turisztikai szezon, emelkedő számokat mutatott, a tavalyi évhez képest is emelkedő számokat mutatott, de hát jött a háború, ami mindent keresztül vágott és teljesen megváltoztatott mindent. Azt szoktam mondani gyakorló közgazdászként, vagy szállodavezetőként, vagy éppen egy szervezet elnökeként, hogy ez a legrosszabb típusú válság, amikor egy egészségügyi válságra, tehát a Covidra, ami egy pandémiás helyzet, aminek egyébként volt egy visszacsatolása a gazdasági visszaesésben is, rájön még egy gazdasági válság, amit még egy háború is fűszerez itt mellettünk, tehát ez a legrosszabb típusú válság, amelyet kezelni kellene mindenkinek, és ráadásul nem csak Magyarországon van ilyen probléma, hanem ez egy ilyen teljesen kinőtte saját magát, ugyanis a világban van egy rezsiválság, egy energiaválság, amely Európában szerintem még jobban begyűrűzött, mint a világ többi részén. És mivel mi itt vagyunk a szomszédban Magyarországon, és mellettünk Ukrajnában háború zajlik, ez még jobban kiéleződött itt számunkra, legalábbis mi ezt így érezzük, akik itt laknak ebben az országban. Van egy némi nemzetközi kitekintésem, ugyanis tényleg járom Európát, most Olaszországba tértem haza tegnap este, és el lehet mondani, hogy ott is óvatosan bánnak az energiával, de minthogyha jobban felkészültek volna erre az egészre, mint mi. Napelemparkok, kicsi szállodákban, nagy szállodákban, és nem csak napelem, hanem napkollektor, a földből jövő hőszivattyús megoldásra segítenek rá alternatív módon ezekre a megtermelhető energiára, és sokkal kevesebbet használnak el, mint mi. És akár egy mikro, egy kicsi, egy közepes, vagy éppen egy nagy vállalkozás, amelyet ott megtekintettem, és sikerült elég mélyen megtekinteni az ottani működésüket ezeknek a cégeknek. Mindenki azt mondta, hogy ez a jövő, tehát e felé kell elindulni, hogy a biogazdálkodás, a biodiverzifikáció, az energiagazdálkodás, a humán erőforrásnak a teljes átgombolása, ez az, ami talán a jövőből ki fogja tudni vezetni ezt a fajta ágazatot, amelyet mi képviselünk, idegenforgalom, turizmus, és itt becsatornázódik az agrárium is, ugyanis egészségügy, agrárium, idegenforgalom, turizmus, ez a négy témakor, és még mondhatni, egy kulturális sokkal is párosult ez az egész az én olvasatomban. Tehát, hogy ez az öt, ez biztosan együtt mozog kint Olaszországba, és ettől talán sikeresebben tudnak működtetni bizonyos részét magának a turizmusnak. Hogyha már itt ennyire belementem, tehát soha nem azt vizsgáljuk, vagy vizsgálom, amikor kint vagyok, vagy tanulom, hogy ők mibe jobbak, vagy mi mibe vagyunk jobbak, hanem az, hogy ami ott esetleg egy pozitív példa, az hogy lett beültetve a magyar valóságba, és találtam olyan pontokat, amelyet ők teljesen másképp csinálnak, másképp nyúlnak hozzá, és ezt most megpróbáljuk majd egy 3 hét múlva újra elővenni, és egy hosszabb tanulási folyamat mentén majd beültetni a magyar gyakorlatba, hogy azt az utat, amit ők kijártak az elmúlt 10 évben, mi nem menjünk be azokba a zsákutcákba, hanem az ott
megszerzett tapasztalatokat tudjuk majd átadni az itteni kollégáknak. Beszélgettünk még az energiaválságról is, de előtte arról, hogy a nyári időszakban, akár a megyében, akár a saját vállalkozásában, akár az országban mit tapasztalt? Inkább a belföldi turisták jöttek, vagy azért jöttek külföldiek. És attól tartottunk az év elején a háború miatt, hogy esetleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a külföldiek kevésbé jönnek, mert azt gondolják, hogy ez nagyon közel van a front, miközben egyáltalán nincsen nagyon közel, bár azért érezhető. Tapasztalta ilyesmit? Szóval inkább belföldi vagy külföldi turisták voltak a jellemzők? Teljesen vegyes volt, én azt láttam, és a saját mérés, hogy 60% magyar turista, 40% külföldi turista. Igazi küldőpiac nem volt, tehát jöttek Isten igazából minden irányból a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkező szép számú turista tömeg itt Nyíregyházan is azért végig lehetett úgy menni adott időszakban, hogy sokkal több külföldi hangot lehetett hallani, inkább a szláv nyelvcsoportból, mint a magyar hangot, vagy egy magyar szót, de természetesen nagyon sok magyar turista választotta még mindig Magyarországot és a belföldi nyaralást. Itt azért teszek egy pontot a mondat végére, de elmaradtunk magyar vendégszámba attól a vendégszámtól, ami mondjuk tavaly volt, és őket helyettesítették, vagy pótolták, hogyha lehet ilyen csúnya kifejezést használni, a külföldi turisták egy nagyobb számban, mint a 2021-es évben. Van ennek valami oka? Egyre többen mentek el külföldre nyaralni, kinyílt a világ, nem volt akkor a zárás, mint a Covid ideje alatt, nem féltek talán az emberek, sokkal többen vették fel a második, harmadik oltást, és így szabadabban utazhattak, és mindenki nyitott az újra, mindenki a változást szeretné, talán egy picikét megunták a magyar vendéglátást, és egy picikét másra vágytak, vagy visszaszerettek volna lépni abba a világba, amelyet magunk mögött hagytunk a Covid elindulásával 2019 novemberével, vagy 2020 márciusával. És hát ez az a pont, ahol én mindig azt mondtam, hogy amikor elindul ez az egész, és kinyílik a világ, akkor mindenki, az összes ország, európai ország ott áll azon a bizonyos startvonalon, és meg kell próbálni a legnagyobb tortaszeletet kiszakítani. Én azt gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve ezen belül Nyíregyháza, vagy a nagyobb települések, a idegenforgalmilag frekventált helyek elég jól fordultak. A mi méréseink alapján megtalálta a helyét, és nem csak identitásában, hanem egy teljesen új turisztikai arcát mutatta akár Nyíregyháza is. Már nem csak az állatparkról szólt a nyíregyházi turizmus, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem csak Nyíregyházáról szólt, hanem egy nagyon jó összefogás eredményeképpen talán a városvezetők is le tudtak ülni, és meg tudtak állapodni abból, hogy mikor, melyik városban milyen fesztivál legyen, és én azt gondolom, hogy ezek a fesztiválok, akár ingyenes, akár fizetős fesztiválok, ezek azért elég jól teljesítettek, mindenhol tömegek voltak, akár hogyha Sóstóra kimentem egy teljesen átlagos csütörtök délután is hömpölygött a tömeg, vagy épp az állatparkban már nem lehetett bemenni, annyian voltak, de ugyanezt el lehet mondani a Baktorrendházi Dégenfeld kastélyra, vagy a Szabolcsi, a Szatmári, a Nyírségi, a Beregi településeken, nagyon sok vendég volt. Eredményességben viszont nem hozta azt a szintet, amelyet 2019 mint bázis emlegetünk mindig, és hiába voltak nagyok a nettó árbevételek, az eredményesség az viszont zsugorodott, költség és az lett, a megnövekedett költségek miatt így van. Uh-huh. Melyik része növekedett meg igazán, az energia, tehát a rezsi, vagy a bérköltség? Mind a kettő az arányaiban nőtt, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagy valószínűséggel ez a közeljövőben ugyanígy fog nőni. Uh-huh. Még egy szempontról beszéljünk. Ugye Ukrajnából nagyon sokan menekültek Magyarországra, ugye a mi megyénken keresztül kellett jönni. Voltak olyanok, akik tényleg bajban voltak anyagilag is minden tekintetben is, de voltak olyanok is, akik azért anyagilag nem voltak rossz állapotban, tehát megengedhették maguknak azt, hogy mondjuk 1-2-3 hónapig akár szállodában, hotelben vészeljék át a legrosszabb időszakot. Ez megérezhető volt a megyei turisztikai piacon, vagy azért ez nem annyira jelentős? Én azt gondolom, hogy 2-3 hétig érzékelhető volt, tehát ahogy kitört a háború, onnantól kezdve megindult egy menekült áradat a Ukrajna irányából, és ez 2-3 hétig ezt lehetett érezni, aztán amekkora intenzitással ez elindult, ugyanakkor intenzitással állt meg. Jelen pillanatban most is vannak ukrán vendégek a megye több területén, nem kimondottan
lakhatási céllal, hanem átutazóban Nyugat-Európa irányába egy-egy vendégészakát töltenek el, akár egy család, akár a családnak azon része, akik át tudnak jönni. Hát ez egy nagyon szomorú állapot, mindenki, aki ezzel foglalkozik, szállás adása, tehát szállodák megpróbálnak nekik segíteni a mai napig. Kedvezményes szobárat ajánlunk ki számukra, illetve egy bőségesebb reggelivel kínáljuk őket. Nem csak azokat, akik jobb anyagi körülmények között szép nagy autókkal, márkás ruhába érkeznek, hanem azért itt vannak köztük olyanok is, akik nem. Akkor beszéljünk a jelenről, ugye jön az ősz, jönnek az első energiaszámlák, meg egyáltalán jön az a helyzet, hogy hogyan oldják meg a vállalkozások, a szállodák a őszi és a téli időszakot. Ön is mondta, hogy állandóan csörög a telefonja, a kollégái, más szálloda vezetők és érdeklődnek, hogy mi legyen, hogy legyen, melyik a legfontosabb problémák most? Az, hogy drága az energia, vagy az, hogy egyáltalán lesz-e energia? Hú, hát ez mind a kettő egyformán fontos, mert hogyha nincs energia, akkor mindegy is, hogy nyitva vagyunk vagy nem. Nagy valószínűséggel energia az volt, van és lesz. Legalábbis a ma reggeli híradások is ezt mutatták, hogy kormányzat irányából jövő információk alapján energia probléma Magyarországon nem lesz. Vannak ajánlások, bizonyos ajánlások, amelyeket a kormány ajánlásként letett az asztalra, hogy hogy lehet spórolni, hogy lehet kevesebbet fogyasztani, vagy mennyivel kellene kevesebbet fogyasztani, hogy ezt a 3-4 hónapot, ami a kritikus téli hónap, ezt mindenki át tudja vészelni különösebb energiakorlátozások nélkül. Nekünk is vannak akár a kormányzat asztalára letett ajánlataink, javaslataink, hogy mivel lehetne akár egy pozitív szemléletű diszkrimináció mellett a szektort segíteni, ugyanis nekünk szakmai szervezetnek annyi a feladata, vagy olyan feladata is van, hogy olyan bizonyos pontokra, sarkalatos problémákra fölhívna a kormányzat figyelmét, minthogyha ők ezt nem vennék észre. De hát nekünk ez a feladatunk, hogy ezekre fölhívjuk a figyelmet, és mind a mellett, hogy szólunk, hogy itt ha-hó baj van, olyan megoldásokat tegyünk le a kormányzat asztalára, amelyet esetleg használhatnak majd a jövőben. Természetesen agrárvonalon is letettünk, oktatási vonalon letettünk, energiaracionalizálási pontokon is tettünk le javaslatot a kormányzat asztalára, illetve olyan munkaerőpiaci javaslatot, amelyen megmenthetőek a kollégáinknak, vagy megmenthetőek a munkaerőpiaci mutatók, hogy ne legyen akkora nagy elbocsájtás, illetve a kollégáknak azt javasoljuk, hogy gondolják át a téli működésüket, hogy mennyire lehet korlátozottan nyitva lenni, bizonyos részeket lezárni, bizonyos részeket egy picit alulfűteni, vagy éppen azokat a vendégtereket megfűteni jobban, ahol a vendégek többet tartózkodnak. Nagyon-nagyon nehéz. Aki energia racionalizálást hajt végre most, az talán jobban fog tudni fordulni ebből a rendszerből, de hát azért van még itt egy Covid 6., 7., 8., Isten tudja, hányadik hullám, amely még azért erre fölteheti a pontot, erre az egészre, úgyhogy most készülünk mindenre, ugyanúgy, mint tavaly ilyenkor, készülünk a Covid járványra bizonyos jó gyakorlatok mentén, illetve megpróbálunk olyan alternatív energia készítő berendezéseket felszerelni, akár a napkollektorok, a napelemek, a hőszivattyús rendszerek. Természetesen akinek van még olyan tartaléka, amelyet fejlesztésre tud fordítani, és akkor itt visszatérünk a fejlesztési részre. Tegnapi nap folyamán adtunk le a kormányzatnak 6 szervezet által megkomponált javaslatcsomagot, amelyben pontosan ez is benne van, hogy a munkaerőpiaci megtartó képesség miatt olyan támogatásban részesítse a szektort, amelyet akár fejlesztésre is lehet fordítani, és talán így, ha ez nagyon gyorsan be tud épülni a mindennapokba, akkor talán a kollégák egy olyan támogatást kapnak a kormányzattól, amellyel napenergiát, földenergiát tudnak hasznosítani, és így a rezsiszámlájukat csökkentsék, hogy éppen az agrár irányban egy 0 kilométeres ellátási láncnak a minél előbbi létrehozását szorgalmazzuk, hogy egy win-win alapon a termelőtől egészen a villáig, a földtől a villáig 0 kilométeres úton érjen el az a bizonyos alap. Hogy a környéken termeljék meg a megfelelő. Így van, mindent, és a létlapokat úgy kell átalakítani, hogy ami van, abból kell főznünk. Tehát most tényleg egy olyan válságot élünk, amelyhez egy nagyon komoly átalakulásra van szüksége, akár az idegenforgalomnak, akár a vendégeknek
a gondolatainak, sok-sok mindennek. Hogy ne feltétlenül mondjuk a tenger gyümölcsét keressék, vagy valami kis rákokat, hanem akkor azt, amit mondjuk itt meg is tudunk termelni. Igen, nekem volt egy nagyon jó mondatom, én egy banánt kerestem asztalon, svéd asztalon múlt héten, és kérdezte a tulajdonosnő, hogy miért láttam kint banánfát. Hát igen. Azt azért tegyük tisztába, hogy egy átlag fogyasztó, aki mondjuk egy család, ugye ott a rezsiszámlát várja, de az biztos, hogy ugye ott jön a gáz meg a villany, ahol eddig is lenni szokott egy vállalkozásnál, azért ez egészen más, mert ott szerződések vannak, hogy egy adott időszakra a szolgáltató mennyiért, hogyan és miképpen szolgáltat. Van most ebben probléma? Tehát van, hogy újra kell tárgyalni bizonyos szerződéseket? Van ebben gond, vagy ez a része rendben van, csak az ár az, ami nem biztos? Az október 1-ig van a szerződés, még a régi szerződések szerint nagyon sok kollégának. Október 1-től december 31-ig lehet leszerződni az új rendszerben, vagy az új árakkal. Hát itt ilyen horrorisztikus árak vannak, itt a 850 forinttól az 1250 forintos kategóriáig, ami eddig egy olyan 100 forint környékén volt. Tehát egy irtózatos, egy 8-szoros, 10-szeres árnövekedés várható. Hát ezt kell megpróbálni valahogy kiváltani, csökkenteni minden egyes olyan tevékenységi folyamatot, amely esetleg ezeknek az energiahordozóknak a korlátozását jelenti egy szálloda vagy egy étterem életében. Nincs úszoda például egy időszakban, például te nem fűtik a vizet, az is egy spórolás lehet? Hát vagy visszavesszük, vagy korlátozzuk, vagy részlegesen tartunk nyitva, vagy nem tartunk nyitva, tehát minden megoldás szóba jöhet. Van rengeteg kollega, aki már most bedobta a török között az új árak miatt. Ez azt jelenti, hogy ők már nem nyitnak ki a télen, nagyon sokan gondolkodnak részleges záráson, nagyon sokan gondolkodnak csak a 3-4 hónapnak a zárásán, tehát november 1-től márciusi zárásig. De hát mi lesz a magyar turizmussal, idegenforgalommal, ez egy jó kérdés. Ezen dolgozunk most reggeltől estig, hogy minél tökéletesebb javaslatcsomagot, elfogadható javaslatcsomagot tegyünk le a kormányzat asztalára, és nem csak mi, mint Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, hanem a Magyar Szállodák Éttermek Szövetsége, a VIMOSZ, a Ipartestület, a Cukrászipartestület, a KÖSZÖV, tehát a közétkeztetésben is óriási áremelés várható, vagy már meg is volt. Akkor talán dőreség most azt kérdezni, hogy milyen őszre, milyen télre számít, vannak-e foglalások. Ugye szokták mondani, hogy a karácsonyi időszak nagyon erős most már, főleg a szilveszter napja, de most egyáltalán nem biztos, hogy mindenhol lehet majd szilveszterezni. Most az van, hogy szeptember 1-ig nagyon jó foglalási statisztikákkal rendelkezik mindenki, aztán szeptember 1 és 10 között ez mindig van egy visszahullás, és ez a visszahullás most nem akar visszaemelkedni. A foglalásoknak a száma még áll ezekben az office rendszerekben, vagy az Excel rendszerekben, de hát az a biztos, ami realizálódik. A szilveszterek mindenhol már fúra vannak foglalva, a karácsonyi szezon az 60-70%-os foglaltság, de hát én azt szoktam mindig mondani, hogy az a biztos, ami elmúlt, és ezt az elmúlt 3 év ez megmutatta, hogy mindig az realizál, tehát mindig az a biztos, ami már elmúlt. Előre nem tudunk tervezni, sajnos napi árak vannak mindenhol, a beszállítóink is napi árakat tudnak meghatározni, és ezért nagyon fontos a 0 kilométeres ellátási lánc, mert ott lényegesen jobban tervezhető az ár, lényegesebben jobban tervezhető a minőség, és lényegesebben jobban tervezhető az élet. A megyében ez nem okozna problémát? Tehát itt van annyi mezőgazdasági, vagy kerti zöldség, gyümölcs, ami elegendő például a éttermeknek és az állodáknak a eltartására? Én azt gondolom, hogy ha nem is egy pilot programot indítottunk mi 97-től a fenyvessel, de egy nagyon jó, pozitív példa lehet ez is, hogy lehet ilyet csinálni és megéri csinálni. Hát akkor nagyon izgalmas időszak elé nézünk. Én azt kívánom az egész szektornak, hogy azért, ha még csökkentve is, de azért élje túl, hiszen akkor lehet a munkaerőt is megtartani, hogyha nyitva van valamilyen formában legalább ez a... Hát az év végére nem is lehet jobb kívánsága senkinek, csak ez, hogy hát egy nagyon kemény ősz és tél elé nézünk. Én azt gondolom, hogy lesznek nagyon jó gyakorlatok. A magyar ember meg mindig kitalál valamit, ha mással nem. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy így ezzel a fajta hozzáállással és gondolatvilággal, amivel a magyar ember meg van áldva, ez,
ez mindig kihúzta a slamasztikából akár a gazdaságot, vagy akár az iparágat, és én úgy gondolom, hogy megint ki fogunk találni valami olyat együtt közösen, és itt egy nagyon nagy tényező a közös gondolkodás, az összefogásnak az ereje, hogy túléljék a kollégák is minden nagyobb számban, ugyanúgy, mint a Covid okozta problémákat. Hát, hogy a forró nyár után lehet, hogy enyhe lesz a tér, és az is valamennyire segít azért a szektoron. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Én köszönöm. Más témával folytatjuk. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte Nyírszőlős. A közigazgatásilag Nyíregyházához tartozó település jövőre pedig 50 éve lesz, hogy egyesült a megyeszékhellyel. Kovács Ferenc polgármester úgy fogalmazott, az egyesüléssel mindkét település nyert. Jászai Menyhért, Nyírszőlős önkormányzati képviselője és alpolgármester pedig egyenesen a jövő városának nevezte Nyírszőlőst. Az ünnepségen Karab Zoltán járt. A múlt század elején még Nyíregyháza és Kótaj közötti úgynevezett határrész volt, ahol gyümölcstermesztést folytattak. Ma pedig 100 éves évfordulóját ünnepli Nyírszőlős, ahol az egykori szőlőskertek emlékeit idézik az olyan utcanevek is, mint a Csaba Gyöngye, Rizling vagy az Izabella. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője szerint az itt élők erős identitással rendelkeztek, ennek köszönhetően tudtak önálló települést alapítani. Nehéz munkából éltek meg, szorgalmasak voltak, erős hitük volt, és önállóságot akartak bizonyos értelemben a többi településtől. 1922-ben megkapták ezt az önállóságot, ezzel éltek a két háború között, Nyírszőlős egy nagy község lett, saját képviselőtestülettel, 10 virilista, tehát saját adójogon bekerült képviselő, és 10 választott képviselő volt, saját jegyzője volt, intézte a saját ügyeit. Iskolát épített, templomok már voltak korábban is, de a templomokat is fejlesztette, tehát gyakorlatilag egy önálló település volt. A második világháború után volt úgy, hogy Nyíregyháza erőteljesen fejlődött, és mivel határrész volt, ezért egyesítették Nyíregyházával. Egyébként ez nem volt akkor szokatlan, mert például Orosz is ugyanígy történt a 70-es években, az is egy nagy község volt, és ezáltal a fejlődés töretlen volt. Hogyha azt nézem, hogy kik laknak itt, természetesen itt vannak azok, akik az önállóságot kiharcolták. A mai ünnepség is ezt mutatta, hogy Brezina András dédunokája, Brezina Aranka itt volt, aki vitte ezt a zászlót elől, és nagyon sokan, mivel kertvárosias jellegű Nyírszőlős, fejlődött az infrastruktúrája, a csapadékvíz, az utak, a kerékpárút, az elkerülő út, iskolája van. Éppen ezért az iskola az nagyon fontos, éppen ezért sokan kiköltöznek, közel van a város, elérhető, és ezért vannak olyanok, akik itt építenek új házakat, vagy építettek az elmúlt években, és a kettő egymás mellett él, ők már nem rendelkeznek ezzel az identitástudattal, hiszen ők valonnan a városból, vagy más településről jönnek, de elfogadják és tiszteletben tartják a nyírszőlősiek múltját, történetét, és Nyírszőlős így fejlődik Nyíregyházával egyetembe. A polgármester szerint az egyesülés mindkét település számára előnyös volt. Áprilisban 50 éve lesz, hogy Nyíregyházával egyesült Nyírszőlős. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat nyert mind a két település, és nagyon jó ez így, hogy Nyíregyháza tulajdonképpen közigazgatási területén belül, de megőrizve a Nyírszőlős nevet, ezzel az öntudattal erősödött. Én azt gondolom Nyíregyháza is, de Nyíregyházával pedig Nyírszőlős is, mert ráadásul egy két dinamikusan fejlődő településről van, szóval mi most már egy. Csak az elnevezés maradt meg a régiekre. És hát erre törekszünk is, mert az elmúlt 10 évben fel sem tudom sorolni, mennyi minden fejlesztés történt itt, és mennyi tervünk van. Tehát kerékpárúttal összekapcsolódott a központ, tehát most már be lehet biciklizni, de az autópályával is összekapcsolódott a nyugati elkerülővel, és a nagyon sok utat felújítottuk, bár nem eleget, mert még sok van hátra, a járdát, tehát aszfaltozott utak vannak már nagyobb számban, az óvoda teljes felújítása megtörtént, és most vásároltunk egy telket, ahol egy bölcsődét szeretnénk létrehozni, a tervek már is készültek. A közvilágítástól kezdve a tömegközlekedésig, tehát igazán nem elválasztható, azt gondolom, Nyírszőlős Nyíregyházától, és ebben az értelemben mondható, hogy kinőtte magát Nyírszőlős, de azzal, hogy Nyíregyháza egy megyeszéke, egy dinamikusan fejlődő magyarországi nagyváros egyik városrésze, így még nagyon sok tartalék van.
Jászai Mennyhért, nyírszőlős önkormányzati képviselője, aki kutatja a település történetét, azt mondta, több száz éves lemaradást kell lefaragniuk az úthálózat fejlesztésével. 1941-ben egy képviselőtestületi ülésen hangzott az el, hogy itt akunk Nyíregyháza mellett egyetlen piacunk, Nyíregyháza, és nincs utunk. Tehát az, hogy az utak, járdák milyen állapotban vannak, és hogy azokat fejleszteni kell, ez egy örök kérdés, mert több száz éves lemaradást kell behoznunk ahhoz képest, aki már nagyon régen épít az útjait. Jászai Mennyhért úgy látja, a település életében az alapközművek kialakítása mellett a legfontosabb esemény a közelmúltban az összekötő utak megépítése volt, amely a jövőben is folytatódik. A tervek szerint az északi elkerülő megépítésével bezárul a körgyűrű Nyíregyháza körül, amely jelentősen segíti majd a helyi közlekedést. Amire én még felhívnám a figyelmet, és lehet, hogy kevesebb figyelmet kap, Sóstó itt van Nyírszőlős mellett. Mi gyalog jártunk Sóstóra, én személy szerint Sóstegyre udvaroltam, hozzáteszem gyalog. Innen, ahol állunk, a múzeumfalu szerintem két légvonalban nincs 2 kilométerre. Tehát Nyírszőlős a jövő városa, hogyha így fogalmazhatok, hiszen tiszta, friss levegő, nincsenek szennyező objektumok itt a környéken, elérhető gyorsan, és mégis egy kertvárosi hangulatot, nyugodt életet biztosít az itt élők számára, és az itt látogatók számára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Nyírszőlős előtt óriási távlatok vannak. Nyilván tudjuk azt, hogy nagyon sok hiányosság van, amit még nekünk fejlesztenek és be kell pótolni. A 100 éves évforduló alkalmából készült emléktáblát a Nyírszőlősi Általános Iskola falán helyezték el. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!